Szégyeld magad, fráter! What are you saying? Mit motyogsz te? Oho, jött valaki autóval, emberek. Mégis ki az? Meg mi az? Mi van? Minden az gundi testvérek. Gundi testvérek. Na ez a nő ki az Isten? Hi. What you got there? Ez ki? Kérdezzem, ez ki az Isten? Look, it's recently come under our attention that you're... How shall I put this? Attempting to claim what is the personal property of the crooked man. He's about yay high, 120 odd pounds. Pissed his sheets until he was 14. Sound familiar? I haven't told him anything. Not now. Shh. The grown-ups are talking. Who are you? No. That's not how this works. How this works is you are going to walk Crane over here, like a good doggy. It wasn't my fault. Shut up. You're interfering with official Fabletown business. Step aside. Tweedledee, what's the, you know, that thing the Mundys call me? What? My nickname. You know what I'm talking about. Bloody Mary. That's it. Bloody Mary. And do you know why they call me that? Because some of them, they think it's funny to have their little sleepovers and go into their little bathrooms and say my name 5 times in the mirror. They find it less funny when I actually show up and feed their lungs to the family dog. And I do that for a hobby. Like golf, to relax. He's in custody, so move your car. I told you he'd never just give him up. Jajjaj. Bigby? Jó vagyok, ne félj, csak belém lőttek pár golyót. De jó vagyok. Wow! Jó finálé lesz, emberek! Hova tűnt a ingem? Na mindegy. Szemét, disznó, mocsok, féreg, Most lekövetkezzel, csáó. Ó,
Megölöm! Kegyetlen leszel! Megérdemli! Megérdemelt a csávó! Jaj, de rossz. Megérdemelt a csávó egy... Megérdemelt, hogy meghaljon, nem érdekel. Gazemberek, gangster, ülje, mafia, megérdemli alá állt. Mind a kettő. Mind a kettő megérdemli. Gyere! Gyere! Nem fogok meghalni! Ne csináld már! Le fog engem ezt fejezni! Ah! Just take him, okay? Take Crane. Just stop, please. Yeah, I don't know. Snow, stay out of this. Ki az ott? Ki az ott? Ő az igazi Simlis. Hello, Ichabod. Got a stomach ache? Oh, and just between us girls, Crane ain't no killer. I mean, look at his face. Couldn't stick a pig if his life depended. Nope, not like your boyfriend here. Well, this is gonna be a beautiful relationship we have with you guys. Really. Unleashed. I'm jazzed about it. Out with the old, in with the new. Long live the queen. I'm sure we'll be in touch. See you around. Nem sokat találkozunk. Nem mondtad Cient! Nem mondtad Cient! Te gazember! Kíváncsi ezek, Ányan ölték meg ezt a csábot. Nagyon kíváncsi. Ányan ölték meg a testvérpárba az egyiket. Én sem is megöltem, de... Zseniális. He's lucky to be alive, and he won't be next time if he keeps going like this. It's getting worse by the minute. We don't have time to sit around and wait for their next move. I'll get things under control. Woody, I'm not gonna tell you again. Back off, dog. This doesn't concern you. What do you want to talk about? I just wanted to, about last night. When people hear what you did to Dumb, they're going to think you've gone back to your old ways. Don't hold out on me, Jack. You've always got some angle. Not this time. I know when a mark's not worth the trouble. Do you? Don't make me come down there to deal with you. I don't want it. You don't want it. Then again, you don't have much choice at this point, do you? Mit mondjak, emberek? Jó volt ez a rész. Ugye ideges volt, hiszen itt nem volt olyan nagy dráma. Igen, az embert öltünk, tehát most összetöltött ember is maga a játék történetében.
És mi melyikek voltunk? Én kérdezem. Ah, a fát nem nyitottuk fel. Én még megöltem. Mi pedig nem nyitottuk fel, tehát azért ez rendes tőlünk. Na, ezért voltak itt jó döntéseink is. Nem is kicsik. Itt miért vannak még itt nyomok, vagy mi az Isten ezek? Na négy, értékeljük ezt az egész epizódot, emberek. Zseniális volt, és igaz, azért az elsőket az nem tudom kötni, hiszen nem akkor nagy csavarok benne, de mégis megtörtént az, hogy Orkos megölt egy embert, ami azért kicsit ijesztően játék kapcsán, hiszen például Batmanben se öltünk meg embereket, tehát ezt tegyük oda, és egy ilyen, kivel Walking Dead volt ilyesmi, de az másfajta játék, de na mindegy, a döntés egyértelműen jó, szerintem érdemelt az a csáv, hogy meghaljon, de mindenképp szerintem ott élve is adjuk a csávót, akkor megölték volna ők. Tehát kb. Mindegy lett volna szerintem neki. Hát nagyon élveztem az epizódot, jó volt, ugye ezért is adtam direkt utolsó részekre, hiszen úgy voltam, hogy ezt elsőnőt lássuk jól, ugye ez nem lesz összevágva az előzőkkel, de úgy vagyok vele, hogy ez a rövidebb befejezés a résznek, de nagyon erős is volt mindesetre. És van a negyedik epizódot, ami egyébként most, amikor ezt felveszem, és amikor ezt ki tudom fogom tenni, nem tudom, hogy mikor fog kikerülni, de majd be fogjátok látni. Hát igen. Ezt ugye, azt tudjátok, hogy csomó ezt egy uzamba vettem fel, tehát egy-két héten bővettem fel álmat. A többi nem tudom mikor lesz, de fogjátok látni, mindenképpen ígérem. Lehet, hogy sem úgy jön ki, hogy már egyből felveszem nektek is kész. Tehát meglássuk, hogy lesz. Na mindegy. Nagyon jó érzlik az epizódot. Egy igazságot is láttatok, láttátok Farkas eredeti kinézetét is. És akkor hát erről a fát azt mondom azt, hogy nem azt mondom, hogy nagyon nem égettük fel, mert gondoltam NBA oldalakra is. És pár új szereplőt is megismertünk a sztoriba. Na mindegy, menjünk a főmenüre, hiszen ugye az fog jönni. És majd amosan jövök nektek egy új epizóddal. Tehát mi csak két epizódunk maradt. És kíváncsi vagyok, hogy lesz, ugye látjuk a főgonoszunkat, látjuk ugye a segédjét is. Az a nőt, ugye valószínűleg azzal meg fogunk küzdeni valamennyire a játék során. A főgonosszal is véletően fogunk valamit. Tehát kelljen a főgonoszaink, és kiderült, hogy az a mi úgymond döntsítottunk, igazából nem csak semmi ügyeséget, nem tudom, azért ő is ártatlan. De az nem tudom, hogy mi sikasztjuk el a pénzt, tehát kb. Nálunk van a pénz, amit ő elrobott. De... na mindegy. Na, jövök van a következő része, nem hogy ezt tetszett nektek. Rövidebb volt, de szerintem jó kis tartalom. Na jókor, sziasztok!